Úgy tűnik, hogy az életmódunk részévé vált az, hogy utazzunk, hogy emberekkel találkozunk, hogy olyan nem csak színházi, hanem oktatási, vagy akár szociális projektekbe vagyunk benne, amely nagyon sok emberrel összehoz, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hozadék ennek a két hónapnak. Ez a fajta jövés-menés, ami most az Osonóra jellemző lett, ez gyakorlatilag mindannyiunknak a látókörét tulajdonképpen kitágította. 28 előadást játsztunk összesen a két hónap alatt közel 8000 néző számára. Soha nem kaptuk azt a visszajelzést, hogy miért nem szórakoztattuk, vagy miért nem valami könnyebb műfajjal jöttünk. Tehát ez azt jelenti, hogy igény van mindarra, amit ebben a pillanatban mi a színházról itt tudunk, vagy itt meg tudunk valósítani, közösen az itteni partnereinkkel természetesen. Jól esett az, hogy olyan előadást mutatunk, ami kérdéseket tud elindítani bennük, ami egy gondolatra van felépítve, ami szól valamiről. A közönség találkozókon, illetve az előadások utáni beszélgetéseken sok mindenről szó esett. A legfontosabb az tulajdonképpen szerintem Kambodzsában történt, ott találkoztunk egy olyan művésszel, aki tulajdonképpen abba hagyta a pályáját, és a megélhetés miatt ő most egy vendéglő tulajdonos is ezzel foglalkozik, tehát ő 7 éve nem játszott, illetve nem rendezett, és ő lelkesen mondta előadás után, hogy hát ő újra kedvet kapott, és újra lendületet kapott, és tulajdonképpen ő az, aki visszahívott, hogy csináljunk valamit közösen. Tehát azt hiszem, hogy az, hogy impulzust tudtunk adni embereknek, ez nagyon fontos. A másik pedig a szabadság, illetve az egyén és a társadalom problémáját, amit feszeget az előadás, tehát ott jelezte vissza egy festő művész, hogy tulajdonképpen abban erősítettük meg, hogy mennyire fontos a szabadság, és hogy mennyire fontos a művészet abban, hogy tulajdonképpen meg tudjuk élni ezt a szabadságot. Számomra talán a legjobb élmény például szakmailag az volt, amikor megnézhettem a kulisszákból a cirkusziskola diákjainak az előadását. Tehát hátulról megtapasztalni azt a figyelmet, ahogyan figyelik azt, ami bent történik, ahogyan izgulnak egymásért, hogy a másiknak a bravúrja sikerüljön. Tehát ahogyan együtt lélegeztek, én azt hiszem, hogy a színházban mi is ezt keressük természetesen, hogy a cirkusz ott a veszélyhelyzet jobban összehozza az embereket, de abban nagyon megerősített az élmény, hogy még erőteljesebben kellene tanítanunk is otthon ezt, viszont nekünk magunknak is csapaton belül talán még jobban el kellene mozduljunk ebbe az irányba. Arról győzött meg ez a két hónap, vagy amit itt megtapasztalunk, vagy amiben itt élnek, az egy hihetetlenül fontos és szimpatikus dolog, de mondjuk az a fajta tudatosság, amit mi hozunk magunkkal Európából, az is szintén fontos. Tehát, hogy valahol félúton, középúton van az igazság, rengeteg tervünk van. Tehát az, hogy innen a Morodokma iskolából eljön egy fiatal, tehát folytatjuk azt, amit mi elkezdtünk tavaly. Visszahívtak bennünket tanítani egyetemekre, iskolákba, visszahívtak például Kambodzsába egy közös projektre, egy előadás létrehozására, a cirkusziskolába tanítani, és közösen ott is egy előadást elkészíteni. Hát ez azért egy jó visszajelzés ránk nézve, de ezentúl ugye egy indiai turnét is tervezünk jövőre. Tehát azt hiszem, hogy ezek olyan lehetőségek, most személyesen az én életemre nézve is, de úgy gondolom, hogy az Osonó életére és az osonósok életére nézve is, amelyek sokat tudnak segíteni bennünket abban, hogy egyre inkább megtanuljuk egy másik kultúrára való odafigyelést, a toleranciát egymás fele, hogy nagyon sok impulzus kapunk, emberekkel jöjjünk össze, és hát ezt valahogy magunkban összegyűjtve, miután hazamegyünk az ottani terveinkbe, projektjeinkbe, az ottani diákjainkkal is, a színház műhelyünk következő bemutatóival is tudjuk kamatoztatni. Mert hogy valahogy ez a kölcsönhatás, azt hiszem, hogy most ebben a világban ez nagyon fontos. És itt
tényleg van lehetőség rengeteg ilyen kölcsönhatást megélni. A tét az, hogy ezt hogy tudjuk hazavinni, és hogyan tudjuk átadni otthon sepsiszenyt.